Maradjunk együtt, ez a házasság hete idei mottója, ugyanis az elmúlt években nem csak a házasságkötések, hanem a válások száma is jelentősen megnőtt. A kezdeményezés közel 2 évtizede indult Angliából, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Prantner Péter 2 kisgyermek édesapja, 6 éve él boldog házasságban. Fontosnak tartotta, hogy párjával hivatalosan is összekössék az életüket. Szerettük egymást, és így gondoltuk, hogy tovább lépjen a kapcsolatunk, följebb léptünk egy szintet. Földesi Józsefné már közel 10 éve özvegy, de azt mondja, az egyik legszebb dolog egy ember életében a házasság. Több mint 50 évig éltek együtt férjével. A jó és a hosszú házasság titkát is elárult a stábunknak. Egymáshoz való alkalmazkodás. Mindig az én nagyanyám mondta azt, hogy mindig egyszerre csak egyiknek szabad haragudni, mert akkor a másik eltűri. Magyarországon 2021-ben összesen 72 ezer pár kötött házasságot. Parrak Ferencné, a Tolnai megyeszékhely anyakönyvvezetője elmondta, Szekszárdon is jelentősen megnőtt a házasságkötések száma. Eddig átlagosan évi 200-an kötötték össze életüket hivatalosan, míg tavaly ez a szám már közel 300-ra nőtt. Az anyakönyvvezető elmondta, nagyon jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést. Egy nagyon-nagyon hiánypótló dolgot tölt be ez a házasság hete, mert őszintén beszélnek hiteles emberek a házasságról, a házasság szép oldaláról, de ugyanakkor fölvállalják a házasság gondját és problémáját is, és utat mutatnak azoknak az embereknek, akik esetleg válsághelyzetben vannak, hogy igenis kezelhető a házasság, csak bizalom kell, és ki kell tartani egymás mellett. Pakson a rendezvénysorozat első napján áldotta meg a Szent Misén résztvevő párakat Kutas Attila, katolikus plébános. Nagyon sok mindenre nincs megoldás, nem tudjuk a megoldást, egyszerűen hordozni kell egy nehézséget, egy kihívást, nem tudom én, férj rájön a feleségének a gyengeségére 2 év után, és nem fog az a gyengeség elmúlani, látható, hogy az személyiséghez hozzátartozik, meg kell tanulni hordozni. Ezzel együtt nem csak elfogadni a páromat, hanem szeretni is. A kezdeményezést 15. alkalommal rendezik meg hazánkban. Idén a kapcsolatok tudatos gondozása és a közös fejlődés a fő irányvonal. Szekszárdon február 20-án a házasság hetének zárásaként áldják majd meg a házaspárokat a belvárosi templomban.